Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Mérföldkő lehet 2020. Jelentős előrelépés várható a megyei útfejlesztések terén. Meghatározó szereplők. Turisztikai kiadványban szerepel Komorócki Alíz és Görgényi Ernő. Főhajtás a fizikus előtt. A Magyar Radar Csillagászat napját ünnepelték Gyulaváriban. Jó tanácsok szülőknek. A Mágocsi utcai óvodában rendelt szerdán Abdul doktor. Megyek utánad. Grecsó Krisztián művének átdolgozását mutatták be Gyulán. Mérföldkőnek mondható a 2020-as év a Békés megyei útfejlesztések terén. Derült ki Kovács József országgyűlési képviselő szavaiból. A politikus elmondta, idén kijelölik a 47-es főút új nyomvonalát, és több fontos, rosszabb állapotú szakasz megújulhat. Ez a nap híre. Az új turbókörforgalom építéséről tartottak sajtótájékoztatót tavaly novemberben Békés Csabán. Az eseményen az hangzott el, hogy legkésőbb 2021. januárjában befejeződik az M44-es Kondoros Békés Csaba közötti 17,6 kilométeres szakaszának megépítése. Ebben az évben ősszel az M44-esnek a Békéscsaba és Kondoros közötti szakaszát át kell adni. Kovács József szerint a jövő januári határidő akár már idén őszre módosulhat. A Békés megyei 3-as számú választókerület országgyűlési képviselője elmondta, 2020-ban jelentős előrelépés várható a szintén kétszer kétsávosra tervezett M47-es ügyében is. Mint ismert, jelenleg több nyomvonalváltozat létezik. Kovács József többet magával a legkeletibb verzió mellett foglalt állást. A döntés várhatóan még idén megszületik. A közlekedésért felelős államtitkártól, Mosóci úrtól kaptam egy levelet, illetve kaptunk Vitányi képviselőről mind a ketten, hogy egyelőre a kormányzati döntés még nincs véglegesen a kormányzati döntés eldöntve, de mindenféleképpen figyelembe vették ezt egyrészt a nemzetpolitikai szempontból és a román határhoz minél közelebbi nyomvonalat. Kovács József elmondta, a választókerületben nagy hangsúlyt fektetnek a külterületi utak korszerűsítésére. Ezek között van az új Szalontára vezető és a Bélmegyer és Mezőberény közötti út egy szakasza. Kijavítják a kritikus részeket Doboz és Sarkad között, előrelépés várható Vésztő és Szeghalom térségében, illetve nagy erőket mozgósítanak a Gyula és Sarkad közötti út felújítására. Mi polgármesterrel, Görgényvel és Makán polgármesterrel együtt nagyon-nagyon komolyan elindultunk a Gyula és Sarkad közötti útnak a kritikus szakaszainak a rendbetételére mielőbb, de ami már visszaigazolásra került, hogy a mentő útvonal Észak-Békésből, ha úgy tetszik, a legrosszabb szakasz Szeghalom és Vésztő között szintén már befogadott formában megvalósításra fog kerülni. A belterületi szakaszokkal kapcsolatban a képviselő elmondta, márciusban megkezdődhet a korszerűsítés Mékerék belterületén, és nagy jelentőséggel bír Gyulán a Tiborcz utca felújítása is. A térség infrastruktúrális adottságain javít a Körös-Nagyharsányi csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítése, illetve további kerékpárutak építése Okány és Kötegyán térségében. A hazai turizmus meghatározó szereplői között említik a gyulai Komorócki Aliszt, a Gyulai Turisztikai Kft. Ügyvezetőjét és Görgényi Ernő polgármestert. Komorócki Aliz és Görgényi Ernő idén ismét bekerült a Turizmus Kft. Által összeállított exkluzív országos kiadványba, mely a hazai turizmus 50 legmeghatározóbb szereplőjét vonultatja fel. Ezúttal a 2019-es év turisztikailag legeredményesebb 10 vidéki városának polgármestere és helyi turizmusért felelős szakembere között szerepeltek. A gyulaiak minél szélesebb körével kell megismertetni Bai Zoltán rendkívüli életművét, hangzott el a Magyar Radar Csillagászat napjának csütörtöki gyulai ünnepségén. A gyulavári születésű Bai Zoltán volt az, akinek kísérletei megteremtették az űrkutatás modern korszakának a kezdetét. Gyerekkori álma valósult meg, és letapogatta, megérintette ezáltal a holdat. Február 6-a a Magyar Radar Csillagászat napja, ezt a jeles alkalmat pedig egyideje rendszeresen megünneplik Gyulaváriban. Nem véletlenül, hiszen itt született és élt az 1946-os holdradar kísérlet vezetője, Bai Zoltán, akinek először sikerült radarvisszhangot észlelnie a holdról. Magyarországon február 6-án ünneplik a Magyar Honvédség Rádiótechnikai Fegyvernemének napját.
Bai Zoltánt méltatta és életútjának fontosabb állomásait idézte fel Török Lajos, az 54. Veszprémi radarezred parancsnok helyettese. Ha felmásznék a toronyra, meg tudnám még tapogatni a holdat. Ezek a szavak Bai Zoltán száját hagyták el gyermekkorában, amikor mindössze néhány évesen áhítatta a tekintet föl égi kísérőnkre. Talán ez a gyermeki kíváncsiság vezetett el odáig, hogy 4 évtizeddel később, 1946-ban sikeres radar kísérletével, ugyancsak rádiójelekkel, de elérte a hold felszínét. Igyekszik ápolni Bai Zoltán emlékét a helyi önkormányzat, és nem csak a február 6-ai ünnepség megszervezésével. Nagyon fontos megemlíteni, hogy az Értéktár Bizottságnak a kezdeményezésére több tanulócsoport már a tavalyi év végén meglátogathatta rendkívüli, ha lehet azt mondani, rendhagyó fizikaóra keretében magát az emlékszobát. Számunkra nagyon fontos gyulaiaknak és a városvezetésnek is, hogy ezt a nagyszerű embert, ezt méltóképpen ismerjék és elismerjék a gyulaiak is, hiszen még vannak olyanok, akik nem tudják, hogy ez a nagyszerű ember a kutatócsoportjával 1946. február 6-án elsőként végezte el a holdradar kísérletet. Az esemény a templomkertben a koszorúk elhelyezésével zárult. Hogyan kell kezelni a magas lázat? Vagy mikor kell orvoshoz fordulni a gyermekkel? Többek között ezekre a kérdésekre adott választ az előadó gyermekorvos, Abdulrahman Abdulra Mohamed kedd délután a Mágócsi utcai óvodában rendezett felvilágosító programon. A gyermekeket érő betegségekről tartott előadást a szülőknek a gyermekorvos Abdul doktor a Mágócsi utcai óvodában. A csütörtök késő délutáni eseményen a szülőkben több kérdés is felmerült, hogyan kell kezelni a magas lázat, mikor jelent ez valódi veszélyt, illetve melyik lázmérési módszer a legtanácsosabb. Szó volt arról is, hogy mikor kell kórházba menni a gyermekkel, vagy mi az a betegség, amivel elég, ha csak reggel fordulunk orvoshoz. A lázcsillapítással kapcsolatban külön kiemelte az előadó, hogy a hűtőfürdő módszer gyermekeknek különösen nem ajánlott. Nagyon sok szülő nem tudja, hogy mit csináljon, hogy a lázas a gyereke, milyen gyógyszert adjon neki, mikor kell orvoshoz menni, kell egyáltalán lázat csillapítani, mi alapján adunk lázcsillapítást. Az az egyik kérdés, a másik az, hogy most óvodai hiányzások, iskolai hiányzások, hogy mikor kell igazolást adni, miért kell, hogy hozzanak igazolást a szülők. Az előadáson arra is felhívták a szülők figyelmét, hogyha a gyermeknek állandó gyógyszerei vannak, akkor erről részletesen világosítsák fel az óvodában dolgozókat, akár korábbi kezelésről szóló zárójelentéssel is. Így az óvónők nagy segítséget nyújthatnak a gyermekeknek, és pontosan tudják adagolni a gyógyszereket, ha szükséges. Az influenza járvánnyal kapcsolatban további kérdések hangzottak el. Fontos, hogyha a vírusra utaló tünetek jelentkeznek, akkor a gyermek a lehető legkevesebb időt töltsön el óvoda vagy iskolatársaival. A szülők bevonásával szervezett szakmai felvilágosító program egy pályázatnak köszönhetően indulhatott el Gyulán. A preventív családos programok egyik eseménye maga a Mini Akadémia, ahol a gyermekeink egészségéért tehetünk azzal, hogy bővítjük az ismereteinket azokon a területeken, amelyeket az orvosok, illetve az óvodapedagógusok, illetve a gyermekekkel foglalkozó szakemberek javasolnak. Kedd délutáni előadás nem az utolsó volt, hiszen a többi óvodában is szeretnének hasonló alkalmat szervezni. Grecsó Krisztián Megyek utána című művének feldolgozását láthatta a gyulai közönség a Várszínház legutóbbi kameratermi előadása során. A történet egy ember életét dolgozza fel és mutatja be a főszereplő szerelmi életén keresztül. És a színművet felvételiztél? Egyszer elmondtam. És? Kidobtak. Igaz, utána mondták, hogy mindenképp próbáljam meg újra. Nézd, ahogy tapsikol, tisztára olyan, mint az Adél, nem? Hogyan is lehetne megismerni egy ember életét, ha nem a szerelmi történetén keresztül? Ezt bizonyítja Grecsó Krisztián Megyek utána című műve, melynek feldolgozását teltházas közönség előtt mutatták be a Gyulai Várszínház kameratermében. Kifelé néz. Ha nem bírja meg a saját életét, akkor mindig kifelé néz majd. De ezt ott abban a pillanatban még nem tudja. Az író 2014-es nagy sikerű regényének főhőse, Daru, önvizsgálatot tart. Így már a darab elején is az ő személyiségét, illetve annak fejlődését láthatták a nézők.
Daru-szerelmi kapcsolatai, nevelődési, átalakulási szituációkat idéznek elő, miközben feltárul lelki világa, valamint belső konfliktusai. Mit akarsz, mit csináljak, a barátom vagy, nem érted? De, értem. Mit értesz? Barát, azóta nem szól hozzám. Hogy lehet ilyet csinálni? Hogy lehet úgy tenni, mintha semmi sem történt volna? A kamaszodó fiú folyamatosan visszaemlékszik a találkozások során az egykori boldog-boldogtalan pillanatokra. Daru élete és sorsa egyáltalán nem egyenes, elágazóan csapong az érzelmi állapota. Eszter magas szőke lány, majdnem magasabb, mint Daru, és ez azt jelenti, hogy magasabbat látszik. Mindenki azt gondolja, hogy magasabb. Na jó, talán egy kicsivel, talán egy centivel magasabb vagy. Nem úgy látszik. Így van. Valójában a boldog és nehéz idők átélésével válik Daru felnőtté. Ezt a személyes élettörténetet ismerték meg szerda este a Várszínház nézői is, a Maszk Egyesület, az Orlai Produkciós Iroda és a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület színpadi előadásában. Békés megyét is elérte az influenza járvány. Rövid hírek következnek. A legfrissebb adatok alapján most már minket is elért az influenza járvány. A legfrissebb adatok szerint Békés megyét is elérte az influenza járvány, vagyis már térségünkben is elég esetet jelentettek ahhoz, hogy járványról beszélhessünk. Az aktuális helyzetről Gálné Maráci Gabriella, a kormányhivatal népegészségügyi osztályvezetője beszélt a három témában. Elmondta, Békésben 100 000 lakosra vetítve immár 276,3 beteg jut, ez pedig jóval a határérték felett van. Érdekesség, hogy idén a járvány jóval később indult el, noha több tényező, például a párás, kevésbé hideg idő is segítette a terjedését. A védőoltást hagyományosan nem ebben az időszakban szokták megkapni az emberek, de a szakember szerint akár még most is érdemes lehet beadatni magunknak. Ártani legalábbis biztosan nem ártunk vele, használni viszont használhatunk nem csak magunknak, hanem másoknak is. Az oltás ugyanis nem csak minket véd, hanem környezetünket is, ugyanakkor nagy jelentősége van annak, hogy betartsuk az alapvető higiéniai szabályokat. A szakemberek szerint az eddigi adatok alapján jó esélye van annak, hogy idén kevesebb beteg lesz, mint tavaly volt. Az elmúlt hetekben több száz állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak küldött értesítést várható ellenőrzésekről az állami számvevőszék. Ezekben a napokban pedig az összes magyarországi önkormányzat megkapta ezt. A közeljövőben mintegy 3200 településen fogják ellenőrizni az integritás alapú működést. A tevékenységgel az önkormányzatok belső szabályozottságának erősítéséhez szeretnének hozzájárulni, mely által megelőzhetőek a gazdálkodási szabálytalanságok. Az ÁSZ célja a közpénzügyi helyzet javítása. A számvevőszéki ellenőrzések alapvetően nem a hibákat keresik, hanem a közpénzügyek fejlesztését, valamint az eredmények fenntartásának támogatását célozzák. Az országban minden önkormányzatra azonos szabályok vonatkoznak, tehát ugyanolyan törvényi előírásoknak kell megfelelnie, akár egy megyeszékhelynek, vagy egy kisebb községnek is. A napokban az önkormányzatok számára kiküldött értesítésben az ÁSZ pontosan megadja, hogy melyek azok a szabályzatok, amelyeket ellenőrizni fognak, és milyen módon fogják számon kérni a kötelezettségeket. A Planár utca és a Bodoki utca sarkán található beépítetlen terület szabályozásának módosítása volt a téma a napokban tartott lakossági fórumon. A helyi építési szabályzat módosításáról Béres István főépítész tájékoztatta az érdeklődőket. A területen jelenleg is zajlanak a lakásépítési munkálatok, a módosítás pedig azért kérte a tulajdonos, mivel ott eddig kevesebb lakást lehetett építeni. Az utcafronton egy egylakásos családi ház épülne, a telek mélységében pedig három kisebb, magas tetős lakást tervez a tulajdonos. A tervek elfogadása előtt mindenképpen megvizsgálják a lakossági kéréseket, tette hozzá Béres István főépítész, mivel a résztvevők között többen is felvetettek pár észrevételt. Az önkormányzatnál továbbra is várják a beruházással kapcsolatos megállapításukat. Engedje meg, hogy 90. születésnapja alkalmából Gyulaváros polgárai nevében felköszöntsük, és kifejezzük a városvezetés nevében tiszteletünket és a megbecsülésünket. Köszönöm. Görgényi Ernő polgármester virággal. Isten éltesse erőben, egészségben. Kónya István a polgármester pedig tortával köszöntötte a 90 éves Potracki Jenő edénét.
Jutka néni szüleivel Szentpál falván a Faiskola utcában, majd az újvárosi Ecsedi utcában lakott. Iskoláit Gyulán végezte a polgári leányiskolában, majd gimnáziumi érettségit szerzett. 1986. júniusában kötött házasságot Potracki Jenő Edével, aki húsipari mérnökként végzett, majd kereskedelmi igazgató volt a Bács-Kiskun megyei húsipari vállalatnál. Nővére nagyon korai halála után annak 3 kamaszkorú gyermekének aktív nevelését vállalta, iskoláztatta, tanította őket. A 3 nevelt gyermeke által 8 unokával és 10 dédunokával bővült a család. Jutka néni a vízgépészeti vállalatnál munkaügyi osztályvezető volt, onnan ment nyugdíjba. A hosszú élet titkának azt tartja, hogy nyugodtan és szerényen kell élni. Jutka néni szabad idejét fiatalabb korában az utazás, olvasás és a művelődés kötötte le. Nyugdíjasként rendszeresen járt kiállítás megnyitókra, valamint a könyvtárba is. A mindennapokban sokat olvas, televíziót néz, illetve rendszeresen látogatja családtagjait. Vírusok tekintetében térségünkben leginkább az influenza járvány miatt aggódhatunk. A legkevesebb, amit tehetünk, hogy betartjuk a higiénés alapszabályokat, és gyakran kezet mosunk. A szakemberek szerint elképzelhető, hogy idén kevesebb influenzás beteg lesz. Ön hogyan védekezik a vírusok ellen? Ha jövök a friss levegőre, ennyi, nem védekezek. Vitaminokat több eszed? Hogy? Vitaminokat több eszed, mond ilyenkor? A gyümölcsöt, igen. Gyümölcsöt eszem. Annyi. Nem. Akkor semmi különösebb? Semmi különösebb. Ha az ember fél, pánikol, akkor nem hoz az jót. Tehát a rendszeresen kézmosás, amit máskülönben is az ember szokott. Én rendszeres kézmosással, illetve próbálok azért minél több gyümölcsöt, illetve C-vitamint bevinni. Akkor ilyenkor azért te is jobban odafigyelsz egy picit, ugye? Igen. Hát igyekszem melegen öltözni, és sok gyümölcsöt és C-vitamint enni. Kézmosásra odafigyelsz? Mindenképpen. Kicsit gyakrabban mosol a kezed? Hát, esetleg az átlagostól is többször, így van. Több megyei településen is gondot okoznak a kóborkutyák. Lapszemle következik. Megbocsátott gyilkosainak. Boldog Apor Vilmos püspökre emlékeztek Győrben, írta a Magyar Kurír. A Szentmisét Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök mutatta be. Szigorítanák a kutyatartást. Több megyei településen okoznak problémát a kóborló állatok, amelyek gyakran csapatokba verődve tartják rettegésben a helyieket, írta a Beol. Eleken a nemrég kihelyezett csapdával 3 nap alatt 4 kutyát és egy macskát sikerült kézre keríteni. Új vezetés Gyomaendrődön. A településen a közelmúltban iktatták be hivatalába Deli Boglárka, diákjárási hivatalvezetőt és Csalakata diákpolgármestert, írta a Békési Járások. Mindkét fiatalnak fontos szerepe lesz a helyi diákok életét illetően. Felpesdült a madárvilág. Az elmúlt napok enyhe időjárása miatt újra nyüzsgő madárvilág népesíti be a kardoskúti Fehértavat, írta a kmnp.hu. A vizet újra birtokba vették a nagy lilikek, számuk mára már meghaladta a 2000-et. A korán jött tavasz után visszatér a tél a következő napokra. Hajnalonként kemény fagyokra is készülhetünk. Napközben viszont többször kisüt majd a nap. Pénteken jelentős csapadék és erős szél sem várható. A hőmérséklet az éjszakai 0 fokról kora délutánra plusz 5 fokig emelkedik. Szombaton tovább hűl az idő, a hőmérséklet minusz 5 és plusz 2 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Mérföldkő lehet 2020. Jelentős előrelépés várható a megyei útfejlesztések terén. Meghatározó szereplők. Turisztikai kiadványban szerepel Komorócki Alíz és Görgényi Ernő. Főhajtás a fizikus előtt. A Magyar Radar Csillagászat napját ünnepelték Gyulaváriban. Jó tanácsok szülőknek. A Mágocsi utcai óvodában rendelt szerdán Abdul doktor. Megyek utánad. Grecsó Krisztián művének átdolgozását mutatták be Gyulán. A Gyula TV híradóját látták, most a Főzőn velünk következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiákban és a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!